Lelkesen szedik a szemetet a nyugdíjasok bátaszéken a Bajai út mellett. A településen már hosszú éves hagyomány, hogy a tavasz beköszöntével várostakarítási akciót hirdetnek meg. Idén 10 csapat verbúválódott össze a civil szervezetek, egyesületek tagjaiból és a város intézményeinek képviselőiből. Körülbelül 100 ember lehet, aki most szemetet szed a városban. Ugye elsősorban szemétszedés a cél. A polgárőrség vállalta be, hogy a cigányárkot egy kicsit elkezdik rendbe rakni, ott kilapátolják, de alapvetően a szemétszedés a cél. A 10 csapat pedig bátaszéki pedagógus kórus, bátaszéki székhelyek baráti köre, a Napsugár Nyugdíjas Egylet, a Bátaszéki Nyugdíjas Egyesület, Bátaszékváros Polgárőr Egyesülete, Bátaszéki Nagycsaládosok Egyesülete. A Bátaszéki Sportegyesületet idén az úszók képviselik, a második Géza gimnázium is itt van velünk, illetve a Bátaszéki Horgász Egyesület és a Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, és nagyon sok egyesület úgy fogta föl ezt az egészet, hogy ez egy kis csapatépítő tréning is tulajdonképpen. Tényleg nagyon jó a hangulat, jó, hogy jönnek visszajelzések, hogy milyen állapotok vannak az utcákon, mert ez minden lakónak a saját érdeke is, hogy egy szép, tiszta környezetben éljünk. A második Géza gimnázium diákjai is kivették részüket a várostakarításból, ők az iskola tágabb környékén szedték a szemetet. A legtöbb az a cigicsik, abból van gyakran a legtöbb, de azt igazából tömérdek mennyiségben mindenhol található. Nagyon sok volt az ilyen kis kőműves aktimális üveg, reggel indító, sörös dobozok voltak még, energiatalos dobozok, csoki papír, így többségében, de a cigicsik az mindent felülmúlt. Én elsősorban azért jelentkeztem, mert szerintem nagyon fontos, hogy maga a környezetünk, ahol élünk, az egyrészt tiszta legyen, másrészt pedig ne úgy nézzen ki, mint egy disznó. Meg ugye közösségi órai szolgálat is kell, azért is jelentkeztem, mert kevés még vissza van, úgyhogy igazából ez a két indok, de főképp az első. Csanád azt is elmondta, mit üzen a szemetelőknek. Egyrészt nem értem őket, másrészt viszont azt üzenem, hogy ha már annyi van bennük, hogy szemeteljenek, akkor annyi is legyen bennük, hogy megfogja és legalább a 2 méter alé levő kukába oda vigye. Számomra az a szomorú, hogy ezt mind nem kéne csinálni, hogyha nem dobálnánk el. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a környezetünk tiszta legyen, és ezért a gimnázium tantestülete úgy döntött, hogy a gimnázium tágabb környezetét mi bevállaljuk és rendbe tesszük, és várakozáson felüli létszámmal 20 fővel indultunk neki a mai napnak. Azt gondolom, hogy ennek nevelő célzata is van, mert azok a gyerekek, akik itt most szedik mások után a szemetet, nagy valószínűséggel nem nagyon fogják az utcán eldobálni innentől kezdve. A tapasztalat azt mutatja, hogy a nemes cél érdekében a bátaszékiek mindig összefognak, és külön öröm a szervezők számára, hogy már a fiatalabb korosztályt is meg tudják szólítani. Az akció során több mint 6 köbméter szemetet gyűjtöttek össze bátaszék közterületeiről az önkéntesek.